mivel az érzelmeink egyfajta rezgő energiamezőt bocsájtanak ki. Befolyásolják és meghatározzák azokat az embereket, akik az életünkben szerepet játszanak. Az élethelyzeteket lelki szinten befolyásolják a tudatosan és tudattalanul elfojtott érzelmeink. Eképpen a harag haragos gondolatokat vonz. A lelki univerzum alapvető szabálya a hasonló hasonlót vonz. Ugyanezen az alapon a szeretet szeretetet ébreszt. Így az a személy, aki szélnek eresztette belső negativitását, szeretetteljes gondolatokkal, eseményekkel, emberekkel és háziállatokkal találja magát körbevéve. Ez a jelenség sok olyan bibliai idézetet és közmondást megmagyaráz, amely az intellektust tanácstalanná teszi, úgy mint a gazdag gazdagszik, a szegény szegényedik, és mert akinek van, annak adatik. Ennek következtében egyfajta általános szabály, hogy azok, akik az apátia tudatállapotát hordozzák, szegényes anyagi körülményeket vonzanak, akik pedig bőségtudattal bírnak, bőséget hoznak az életükbe. Mivel a rezgő energia szintjein minden élő dolog összeköttetésben áll egymással, alapvető érzelmi állapotunkat a körülöttünk lévő életformák észlelik és reagálnak rá. Közismert, hogy az állatok azonnal felismerik az egyén érzelmi állapotait. Végeztek olyan kísérleteket, amelyek kimutatták, hogy az emberi érzelmek még a baktériumok növekedésére is hatással vannak, és hogy a növények mérhető választ adnak érzelmi állapotainkra.